Luffy országban nincsen gonosz, ugyanúgy, hogy az én világomban sincs gonosz, mert úgy gondolom, hogy ha nem adunk neki teret, akkor nem is jelenik meg, és akkor sokkal boldogabb az élet. Ünnepi hangulat virradt egy téli reggelen Luffy országra. A lágyan hulló hópelyhek hófehérré változtatták az egész vidéket. Mindenki boldogan sürgött, forgott, készülődött, csizmát pucolt, és közben arról ábrándozott, vajon milyen ajándékot hoz neki a télapó. Luffy Puffy egy új pöttyös labdát szeretett volna, és egy kicsi várat az akváriumába Archibaldnak, az aranyhalnak. Álom Szuszi egy karácsonyfás párnát, Luffy gróf egy piros szalaggal átkötött ünnepi cilindert, Okos Tojás pedig egy könyvet Jézuska születéséről. Csupa Szív egy piros gyöngysort, Lulu egy új masnit, Fifi egy új ruhát, Nyuszmusz egy erős kosarat, Lupilla pedig ecseteket szeretett volna kapni a csizmájába. Mindegyikőjükkel találkozhatunk Luffy országban, ahol mesés kaland minden látogatás. Ahol szembe kerülhetünk hétköznapjaink megoldásra váró morális problémáival, ahol a gyerekekkel és akár magunkkal is megértethetjük, mit jelent a féltékenység, a hűség vagy a hazugság. Hey! Animáció is készült már az évek során. A figurákat Vég Veronika álmodta meg és rajzolta meg. Schuller Vladimir tökéletesítette őket, az animációt és a mesefilmet pedig Zeke László készítette. Luffy Puffy és barátai hamarosan új sztorikkal újra megdobogtatják majd a szíveket. Na de ne szaladjunk ennyire előre. A Luffy Puffyék világa az a világ, amilyen az én belső világom. Ahol persze vannak ütközések, vannak konfrontációk, de mindig megbeszéljük, és tovább lépünk, és nem magunkba folytjuk, nem duzzogunk rajta, tehát hogy kijátsszuk. Mondjuk ott van az Okos Tojás, a gyerekeknek az egyik nagy kedvence, ő az a minden lében kanál. Luffy Puffy, ő az, aki minden problémával találkozik, ütközik és megoldja. A barátai segítségével van Luffy gróf, ugye ő ilyen nagyon illedelmes, tehát rajta keresztül a gyerekeknek nagyon játékosan, könnyedén meg lehet tanítani azt, hogy hogyan kell viselkedni egy-egy adott szituációban. És hát persze vannak a lányok, Csupa Szív, aki maga szeretett, amúgy szív alakú is. És ők mindannyian Luffy országban élnek, és az a csodálatos, hogy ők tényleg élnek. Legalábbis nekem. Szereplőink megálmodója, anyukája tehát Vég Veronika, drámapedagógus, az Odeon Zeneteátrum egyik vezetője, a Páholy Lakásszínház háziasszonya, a pozitivitás megtestesítője. A mesék írója azt mondta, szerinte még az irigység is pozitív tulajdonság. Az irigység. Tehát ez egy alapvető emberi tulajdonság, ami megvan mindenkiben, és nem szabad szégyelni, mert az irigység például arra hívja fel a figyelmet, hogy mire vágysz, mire igazából, mire hiányzik neked, és hogyha elfogadod, akkor már el tudod kezdeni megvalósítani, és megszűnik maga az érzés. Tehát szerintem az irigység az egyébként egy pozitív tulajdonság. És ugye így nem beszélve a többiről. A szeretet hiány, a szeretetésség, vagy az, hogy azt hiszem, hogy a másikat jobban szeretik. Ez például a testvéreknél is tökéletesen kijön, mert a végén mindig az rájönnek, hogy aha, hogy én gondoltam rosszul. Túl gondoltam egyszerűen, és akkor nincs olyan probléma, amit ne lehetne megoldani. Az új sorozat lapjai egyelőre a nyomdában peregnek, készülve a kíváncsi szemek számára. De annyit már tudhatunk, hogy új szereplő érkezik, Luffy kutya személyében, aki csintalanságával, fenekestől felforgatja Luffy a hétköznapjait. A mese mindig megszületik, papírlapokon heverő ötletekből, a lehulló fa levelek zajából, vagy éppen egy szomorkás felhő látványából. És hogy melyik a kedvenc története az írónak? A szintelen szivárvány. A szintelen szivárvány, aki elveszti a színeit. És miért veszti el a színeit? Mert ugye, tehát, hogy ő egy nagyon gőgös szivárvány, és nem hajlandó Luffykkal barátkozni, mert ugye a Luffyknak csak egy színük van. Okos Tojás sárga, Luffy gróf zöld, Csupa Szív piros, de neki 7 színe van, és sokkal többet ér a Luffyknál. És ugye Felhőcskének meg azt mondja, hogy hát te csak hallgass, mert neked még színed sincs, mert ugye a fehér az nem szín. Miközben tudjuk mindannyian, hogy a fehér a legtökéletesebb szín. Most fehérbe vagyok, de amúgy nem emiatt. De csak így eszembe, hogy a fehér magába foglalja az összes színt. És,
És ugye a felhőcske erre a hatalmas nagy sértésre, hogy ő szintelen, elkezd sírni, és az ő könnyei lemossák a szivárvány mind a hét színét. És ott áll a többiek előtt egy szintelen szivárvány, és akkor ő rádöbben, hogy legalábbis ő azt hiszi, hogy így már nem ér semmit. Na és akkor a lufik persze segítenek, visszafestik, hogy hogyan. Mindenki fesse be a kedvenc színével a szivárvány egyik csíkját. A könyv az új mesékkel pár napon belül érkezik, hogy olvashassa boldog és borongós hangulatú. Fiú vagy lány, kicsi vagy nagy, Luffy mindenkit szívesen vár. És hogy lesz a folytatása a folytatásnak? Már van a következő, meg a következő, meg a következő, mert egyébként mindannyian történetekből állunk, és szerintem az embert, a történetek azok, amik a leginkább érdeklik. És a történetek ereje felbecsülhetetlen. Azáltal tanulunk, azáltal értünk meg dolgokat, mesék, mese az egész világ. De hát ez így van rendben.